A zsája, ami nem csak fűszernövény lehet a kertben. Gyönyörűen tudnak virágozni igazi mélybarát növények. Na de mit is érdemes tudni a zsájákról? Például azt, hogy zsájában nagyon sok különleges faj van, kezdve a ligeti zsájától egészen a sudár zsájáig. Közös ismertetőjük, hogy imádják a méhek, és a különböző színű zsájákkal fel tudjuk dobni az ágyásainkat. Szeretik a napos ültetési helyeket, teljes napra ültessük, és közepes alacsony vízigényűek. Talajban nem válogatnak, viszont figyeljünk oda, hogy a pangóvizet nem bírják. Egyes fajok kifejezetten magasra nőnek, de lássuk őket sorban. Az erdei zsája, aminek feltűnően sötétkék virágai vannak, és 50-60 cm magas lesz majd. Csekély gondozási igényű, kiváló szárazságtűrő. Viszont fontos, hogy csoportokba ültetve érvényesül igazán az ágyásokban. Teljesen télálló és a betegségeknek is jól ellenáll. A rózsaszín ligeti zsája egy kellemes illatot árasztó, bokrosan növekedő évelő. Pink színben virágzik, és kicsi marad a termete, és körülbelül olyan 30-40 cm magas lesz. A Caradonna ligeti zsája különlegessége a rendkívül látványos ibolyakék füzért formáló virágzata. Kellemes aromás illatot áraszt, és más zsájákkal összeültetve még a színekkel is tudunk játszani. És itt van a közismert tarka levelű orvosi zsája, kitűnő gyógy- és fűszernövény, sőt húsok kiváló fűszere, évelő növény. Tarka leveleit tudják díszíteni az ágyást, és még a konyhában is tudjuk használni. Az erdei zsájákat, ligeti zsájákat, sudár zsáját, és persze a gyógy- és fűszerzsáját is megtaláljátok a gardencentrum.hu webshopjában, ahol megrendelve az ország egész területén kiszállítjuk nektek.